Jóta vagyunk krízisben. Mindig akkor kerülünk krízisbe, amikor elszakadunk az egytől, mert téves döntéseink következtében a szellem helyett az anyagot választjuk, és így létünkről lemondunk. Az egytől kapott szabad akaratunkat félreértettük, és folyamatosan félreértjük ma is. Nem az anyag van krízisben, hanem a lélek. A krízis tehát létrendi, és nem életrendi. Az eltelt időben csak elszakadásunk mértéke, vagy annak mélysége változott. Törvényszerűvé vált, hogy az anyag elsőbséget élvez, és háttérbe szorul a szellem. Ha csak napjaink történéseit nézzük, ma több anyaggal vesszük körbe magunkat, mint korábban, bármikor. Soha nem volt ilyen mértékű az anyagi jólét. A kényelem. Soha nem volt ennyi ruha, cipő, vagy autó. Soha nem volt ennyi vállalkozás, gyár, pénzintézet és ügyintéző. Mintha elfelejtettük volna, hogyha nagyobb az anyagi kényelem, nagyobb a lélek lustasága is, nagyobb mértékű az alvajárás, és így nagyobb az anyagba sűlyedés is. Az alvajárók a jelen időn kívüliek legalább két csoportra sorolhatók. Az egyik úgy él, mintha nem volna krízis, mert nem veszi észre reális helyzetét, ami körülötte történik. Ő az, aki látszólag élvezi az életet, és azt hiszi, hogy amit ő nem vesz észre, az nem is létezik. Önmagát altatja, és nem vesz tudomást az időről, a rászabott feladatokról, és a rábízott szakralitásokról, illetve úgy tesz, mintha semmi elintézni valója nem lenne. Ő az, aki farizeus maszkot visel, elrejtőzik, tudatlan és időszerűtlen. A másik a kívülálló típus, aki tudatában van annak, hogy mi történik vele, de azt hiszi, hogy abban a kivételes helyzetben van, hogy ő a megoldást is tudja. Például a politikai pártok képviselői, amennyiben programjukat komolyan veszik. De kívülállónak lehet tekinteni mindazon tudományok képviselőit is, akik univerzális megoldásokat javasolnak, vagy azokat a társadalmi mozgalmi képviselőket is, akik alulról vagy felülről jövő javaslatokkal akarják a helyzetet megoldani. A kívülállókra jellemző, hogy a megoldást kívülről kísérelik meg, elméletekkel, eszmékkel, tökéletlen rendszerekkel, absztrakt ötletekkel, fogalmakkal, világnézetekkel, amelyeket az élethelyzetre ráerőszakolnak. Ők a fázis eltolódásban, korszerűtlenségben szenvedők, akik mindig lemaradnak, és mivel a lemaradások összeadódnak, az időtávlat egyre nagyobb lesz, és egyre inkább lemaradottak lesznek. A krízis létrendi, mindig a lélek szintjén keletkezik. A lélek dönt arról, hogy a krízist feloldja. Ezt nevezzük katarzisnak. Ekstázisnak, megtisztulásnak, az életigasságba való visszatérésnek, visszakapaszkodásnak, amire csak az igaz és normális ember képes. A gyenge ember ennek ellenkezője, aki gyakran előre menekül és élethazugságokba bújik el. Aki a krízist feloldja, az nem gyűlöl, nem szitkozódik átkot nem szór, mert szövetségen áll az egyel. Csak így képes felemelni a másikat. Aki a krízist nem tudja feloldani, az összeomlásba, katasztrófába süllyed, és magával ránt másokat is. Mivel az egyéni lélek krízis feloldó vagy állandósító képessége kivetül a társadalom szintjére is, így az emberi történetben különböző kríziskorszakokat tudunk megkülönböztetni. Például: 1. A hitnek vallásá alakítása körülbelül a 4. században, amelyből a következő évszázadok számos más krízise származott. Az államvallás megjelenésével és a betűhöz való ragaszkodással érte el az akkori vallásos hatalom azt, hogy beavató mesterünk tanításából egyre kevesebb jusson el az emberek tudatához. A vallásból kifelejtették például a megismerés szükségességét, a szeretet szakralitását, vagy az apokalipszis szükségességét. Mindezekről vagy elvontan, ködösen, vagy negatív értelemben adtak tudomást a közösségnek. Ehhez a tudatlansághoz társult az egyházi vezetők farizeussága és anyagiassága. Segítségükkel jutottunk el oda, hogy ma az egyház se nem tanító, se nem misztikus, se nem metafizikai, inkább karitatív, szociális, ünneplő és politizáló. Ma az egyház már nem kontemplatív. Mert kihaltak a gondolkodó szellemi vezetők, a meditálók, akik tudták, hogy látás nélkül kell hinni és hittel látni. Az egyház a rendbetétel helyett saját intézményét és dogma rendszerét dolgozta ki, és aki ezt nem fogadta el, azt megégették vagy eltették lábalól. A hatalmi harc néha a pápákat sem kímélte valamikor a vallás a hétköznapi életet, a nyíltságot jelentette. Azt is lehetne mondani, hogy az emberi foglalkozások papi foglalkozások voltak. Később a dogma a vallásból hatalmat csinált. A rendből rendszert alkottak, ami korlátok felhúzását jelentette, így a vallás zárt lett, hatalomvágyó, háborúskodó, kiközösítő, és világszemlélet. 2. A modern, liberális és globális korszak elindulása körülbelül az 1500-as évektől számítható, amely lehetővé tette a reformációt, majd a reneszánszt, a felvilágosodást, amikor az embert még inkább anyagba süllyesztették, és megalapozták annak a pusztulásnak alapjait, amelyre a mai 21. századi modern bábelt felépítették. Ezen korszakban a pénz hitelbehelyezése, például háborúk finanszírozása, fuggerek, mediciek, az új világ meghódítása, majd később a dékárti racionális gondolkodás még inkább eltávolították az embert az egytől. Ebben a korban lett az ember saját tudatbörtönének rabja, és vált egyre inkább tárgyá, illetve anyaggá. A humanizmusban az individuális ego vált az ember központjává, aki önmaga körül kering, mert számára nem létezik az egy, az, aki mindenütt jelenlévő és sehol sincs, akiben minden találkozik, és akitől minden származik. A dékárti mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok, a székely bácsi valószínűleg nem ismerte. Ő ugyanis egyszerűen a lényegre tapintott, amikor azt mondta: Ha vagyunk, akkor legyünk. Vagyis, ha az egy már megteremtett, akkor éljünk úgy, hogy az egynek tetszése legyen bennünk. Különben a racionális gondolkodás nélkül is jól megvagyunk. Mivel az egy iránti éberség fokozatosan gyengült, felerősödött az alvajárás, a hatalom áltati altatás, az élet középpontjába az individuális én került, és mindent neki rendeltek alá. Az énből Isten lett, lásd nicsét, és az ember feletti embert, majd aki ezt a gyakorlatban megvalósította, Hitlert. Három. A 17.-18. században a vallási hatalom végleg szövetkezett a racionalitással. Nagyfogú tudatlanság kellett ahhoz, hogy a hierarchiára épülő középkori társadalmat felváltsa a modern nivellálódás, a liberalizmus, az egyenlősdi demokrácia, amelyet a nemzetek vagy a köztársaságok kialakulási korszakának is szoktak nevezni. Például a francia szabadkőműves forradalomban látható az időbeli hatalom megnyilvánulása a szellem fölött. Amikor a korábbi egység helyett megjelent az egyenlőség, és amely a következő évszázadok legtöbb forradalmában is megnyilvánult. Az egyenlőség alapú, antitradicionális forradalmak kitartottak egészen a 20. század elejéig és torkoltak az első nagy világégésbe, a nagy háborúba, amelynek egyenes következménye volt a második világégés. Az egyenlőség negatív hatása tehát a forradalmaktól a két világháborúig, és napjaink híres és mesterségesen fenntartott demokráciájáig nyomon követhető. Kérdezzük meg magunkat: mit tanultunk, az elmúlt évezredekben, vagy inkább mire tanítottak? Meddig akarunk még rejtőzködni? A fentieket figyelembe véve nem csodálkozhatunk azon, hogy a lelki krízist nem tudtuk feloldani, inkább állandóvá tettük. Magunk ellen dolgoztunk és dolgozunk, mivel a háttérben működő láthatatlan kéznek vagy hatalomnak engedünk. Egyéni szinten a krízis oka, az egytől eltávolodott ember, társadalmi és közösségi szinten pedig a krízis oka, a korábban a vallási hatalom, ma pedig a globális és diktatórikus démonkrácia. Mindkettő a tradicionális kereszténység leépítéséről szól. Minden más politikai, gazdasági, művészeti, Filozófiai krízis ennek a leépítésnek, elvesztésnek függvénye. A kereszténységre való visszatérés, amelyre beavató mesterünk tanított, az, hogy a lét az élet transzcendens csúcsa, amiből az élet értelme, célja, szépsége és gazdagsága fakad. A szellemtelenség, a transzcendens léttudat kapcsolatának hiánya pedig eltévejedettség, tudatlanság, amely akár materialista ateizmus is lehet, ahol nincs újra összekapcsolódás, újrakötés az egyel, hanem épp ennek ellenkezője. Egyre inkább eltávolodni, egyre inkább az anyag és az élvezetek mámorában, az élvezetekben és a kényelemben lenni, minél többet harácsolni, rabolni és háborúzni. Ez a legjobb üzlet. E gondolkodásból fakadnak a társadalmi zavarok, a gazdasági válságok, és napjaink modern rabszolgasága is. Úgy is mondhatnánk, rosszul értelmezve ezt is, hogy a modern apokalipszis pedig a válság, a krízis csak betegség, amiből ki lehet gyógyulni, ha van rá akarat, szándék és tenni akarás. Rajtunk múlik a katarzis, az extázis, a visszatérés szükségességének megértése. A világ helyzete sohasem volt reménytelen, mert sohasem azokon múlott, akik nem hittek az életben, hanem azokon, akik hittek és hisznek benne. Ennek igazát a történelem már többször bebizonyította.